A gyakorlatok során kétfajta labdát fogunk használni. Az egyik 4-es futsal labda. Ez nehezebb és kisebb a hagyományos foci labdánál. Az az előnye, hogy a gyakorlatok során a helytelen technikai kivitelezéskor sem pattog el, illetve jobban igazodik a kezdőjátékosok lábméretéhez. A másik 5-ös méretű hagyományos foci labda a nagyobb korosztály részére. Tegyétek be otthon ezt a videókazettát és végezzétek el a gyakorlatokat a bemutató játékosokkal együtt. Hogy a lehető legjobb mozgásképet sajátítsd el, ezért több irányból és különböző sebességgel fogod látni ugyanazt a mozgássort. A cseleknek, fordulásoknak egyszerű, könnyen megtanulható neveket adtunk, hogy könnyebben be tud azonosítani őket. No, mielőtt belevágnánk kedvcsinálónak, nézzetek meg egy-két trükköt és cselt! A következő kicsit bonyolultabb nevű gyakorlat a biciklicsel a labda előtt, legördülős előttem, terelgetés, húzogatás. Puss a labda mögött egy helyben, jelre végezd el a biciklicselt a labda előtt, majd az ellenkező lábbal végez legördülést előtte. Ezután végez megtévesztő mozdulatot, terelgesd egy párszor a labdát, majd válts át húzogatásra. Az előző kazettán már említettük, hogy ha lehet, végez megtévesztő mozdulatot a csel előtt és a csel után is. Ez nagyon fontos a védő megtévesztése miatt. Erre lép keresztbe a labda fölött. Lép vissza a lábaddal a labda előtt, majd visszalépés után terelgesd a labdát, vagyis végezz megtévesztő mozdulatot. Mindkét irányba hajtsd végre a gyakorlatot.